Természetesen, hogy örülök, hogy van másik játékos a Dacnál, aki kikerül VB-re, mert nagyon örültem annak én is, hogy kikerültem a VB-re Olaszországból. Természetesen az a csapatnak is a dolga volt, hogy nem csak én magam csináltam, hogy a csapat is hozzá segített, edzők, mindenki, és gratulálok neki, hogy neki is sikerült. Mindenkinek, edzőknek, játékosoknak, aki játszik velük, segítettek hozzá, hogy kerüljek ki én, és kerüljön ki ő is. Olaszország a specifikum futballval éltek egész 24 órát állandóan. Nagyon szép dolog az, hogy oda kerülni, sok néző, egész más, mint a szlovák foci vagy a csehszlovák foci volt. Sok néző, nagy mérkőzések voltak ott, és nagyon szép volt, szép élmények. Emelném az utolsó mérkőzést a San Siro-nak, Németországgal játszottunk. Nem sikerült, elveszítettük, és nagyon szép élmény volt ott, teli volt a stadion, nagy mérkőzés, úgyhogy gyönyörű élmények. Természetes, hogy sokan voltak ott Csehszlovákiából. Élmény az is volt, hogy kijöhettek aztán a feleségek gyerekekkel, úgyhogy segítettek azzal is hozzá, hogy ott voltak a legközelebbiek, és hogy át tudták élni velünk azt a szép időszakot. Sajnálom azt, hogy nem kaptam lehetőséget, és hogy nem játszottam. A szép helyzetet úgyis elértünk, de meg lehet, hogy még jobb lett volna, hogyha az a 11-es nem lett volna, meg lehet, hogy tovább jutottunk volna még magasabbra. Azt gondolom a focistáktól, hogy az első, hogy válogatott legyek és a klubokban jól játszok. Hát természetesen, hogy nagyon magasra emelem, de átértem szép éveket Szerdahelyen, úgy szintén itt a focinál, és aztán, hogy ki tudtam jutni külföldre, mert meg lehetett engedni, aztán megengedték, hogy tudjunk külföldre kimenni, és besegítettek, mert azelőtt tudjuk, hogy nem lehetett menni, mert 86-ban volt ajánlat a Internél Atalanta Bergamótól, és két évre rá tudtam meg, úgyhogy ilyen volt a hátránya a kommunizmusnak.